Hát elsősorban is egy olyan sajátosság jelenik meg az operában, amiben Puccini igazán nagymester, a szerelem első látásra. Ezt elképesztően érzékenyen jeleníti meg a Manoleszkóban is, aztán a Bohém életben is ilyenről van szó, és így tovább. Ez feltétlenül a darabnak egy nagy értéke zenei szempontból is, és dramaturgiai szempontból is. Ez a kapcsolat, ez egy nagyon furcsa kapcsolat. Ugyanis a partitúrában hangsúlyosan van jelen Manoleszkóról, hogy ő egy ártatlan leányka. Tehát nem indult meg, hogy úgy mondjam, a romlás útján mégis. Azután ez egy megint egy más kérdés, hogy nem csak Manon romlik meg a második felvonásra, hanem Desgrieux is részben Lescaut-nak, Manon bátyjának a mesterkedésére. Maga Desgrieux itt a második felvonásban, amikor visszatér, nagyon ellentmondásos érzelmekkel Manonhoz, hiszen Manon otthagyta őt. Ő elmondja egy nagyon fontos monológban, hogy io sono fango in fango, vagyis én mocsár vagyok a mocsárban. Tehát pontosan látja a saját helyzetét, de igazán nem tudjuk, hogy hogyan jutott oda. Ugyanakkor azonban nyilván itt a második felvonásban, amikor ezek a súlyos felhők eloszlanak a Desgrieux feje fölül, hogy így mondjam, és föléred megint ez a nagy szenvedély, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy mindent elsöprő szenvedély, aminek az origójában talán a kémiát lehet találni. Ez a magyarázat, mind a kettőjük részéről. Az első felvonás Manonja egy elég egyszerű személyiség, egy tiszta személyiség, szemben a második felvonás Manonjával, akiben ott van, nagyon súlyosan ott van a gazdagság szeretete, ugyanakkor ott van ez a szenvedély is, ami ellentmond a kettőnek. És ugye ez akkor élesedik ki, ez a kettősége az ő jellemének, amikor Lescaut jön a hírrel, hogy elfogják rabol, értve foglyul fogják ejteni őt, mert Géronte följelentette Manont, és hívja a rendőröket, a katonákat. Hogyha a katonák késlekedtek volna, és Desgrieux és Manon elmenekülnek, már akkor se lenne újra olyan a kapcsolatuk, mint ahogy az első felvonásban kezdődött, hiszen a gazdagság továbbra is hiányozna Manonnak. Ott állt volna Manon, hogy vagy a szerelem, vagy a gazdagság, és minthogyha a gazdagság függése az erősebb volna, legalábbis föl-föltör, és akkor, ha ideig, óráig is, de elsöpri a szerelmi vágyat. A mai világban is ismerjük azokat a karaktereket, televízióból, internetről főleg, akik bizonyos, hogy vágynak a szerelemre, de ugyanakkor az igazi szerelem lehetőségénél fontosabb számukra, hogy csillogjanak, hogy szerepeljenek, hogy gazdag partnert találjanak. Ilyen értelemben Manon egy abszolút mai karakter, és a Desgrieux is, aki a férfiúi egyrészt szenvedély, másrészt a szenvedély általi sérülékenységének a nagyon jó példája. De azt üzenném, hogy jöjjenek el az előadásra minél többen, hiszen egész biztos, hogy nem fognak unatkozni, hála a társulat nagyon pozitív hozzáállásának. Én azt tapasztaltam, hogy mindenki nagyon lelkesen készül erre a premierre, aminek a felkészülési ideje egy picit rövidebb, mint amit én szerettem volna, vagy ideálisnak láttam volna, de ezt a kis problémát a munka intenzitásával fölül tudjuk írni, és azt gondolom, hogy egy izgalmas előadás lesz a nézők számára. Csak jöjjenek!